Éppen 90 éve 1934 óta létezik az Éneklő Ifjúság Mozgalom, melynek keretében az elmúlt évtizedekben országszerte számos kórus mutatkozhatott be. Az egyik legnagyobb, sok énekelni szerető fiatalt megmozgató zenei rendezvény hangversenyeit a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége KÓTA szervezi. A felhívásra ebben az évben Fejérből 8 iskola, 11 kórusa és énekegyüttese jelentkezett. Ezt a versenyt minden évben meghirdetjük már a tavasz elején, de ha úgy tetszik, már tél végén, és egész megyéből, vármegyéből várjuk az iskolákat. Idén is érkezik például Rácalmásról, Fehérvár Csurgóló és Gárdonyból is kórus és énekegyüttes, úgyhogy nagyon örülünk, hogy most már nem csak székesfehérvári iskolákból érkeznek kórusok és énekegyüttesek, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy vármegyei hangverseny tulajdonképpen. A kórusokat három fő zsűri, Farnadi Tamara énekzenepedagógus karvezető, Haui Lóránt énekzenepedagógus, a Győri Bartók gyermekkar karnagya, és Uherecki Eszter énekzenepedagógus, Artisziusz díjas karnagy minősítette. A zsűri nem csak értékelte, de javaslatokkal is segítette a karnagyok munkáját. Mi igyekszünk mindig a szakmai szempontokat előre helyezni. Persze minden más is nagyon fontos, a külseje, az óraszáma, és főleg a választott művek. Ebben igyekszünk, ezért is van igazán szükség szakmai zsűrire talán, hogy ebben igyekezzünk, ha van, akkor okos meglátásokkal segíteni a munkát. A közös éneknek közösségteremtő ereje van, ami az egyre inkább elszemélytelenedő világban nagyon fontos. Ezt már Lerner Zsolt alpolgármester mondta híradónknak, aki személyes élményeit elevenítette fel. Ki személyes élményem nekem is, hogy mind az általános iskolában, mint a középiskolában én kórustag voltam, és ez a közös éneklésnek az élménye, és ennek az élménynek az átadása egyrészt a kórusvezetőktől az énekkar felé, az énekkari tagok felől pedig a közönség felé. Hát ez egy hihetetlen, nagyon-nagyon jó élmény, és egy közösségteremtő ereje van. A borongós szerdai délelőttön a kórusok elkápráztatták énekeikkel a szép számú közönséget.